Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol a címből már tudjátok, hogy valamilyen szinten egy lovas videóról van szó. Szeretném nektek elmondani, hogy miért nincsen lovas videó, és miért nem is lesz nagyon az elkövetkezendő időben. Ennek az oka, őszintén megmondom, hogy nem tudtam, hogy hogy beszéljek róla, de nem más, mint hogy körülbelül egy hónappal ezelőtt eladtuk Enjoyt. Nem bírom tovább. Nyilván ez nem igaz, ezt azért ti is gondolhattátok, de az tényleg igaz, hogy az elmúlt időben alig szerepelt a videóban, és ennek több oka is van. Az az igazság, hogy nyilván ezt ti is észrevettétek, hogy az elmúlt időben viszonylag sok együttműködésem volt, aminek én őszintén megmondom, kifejezetten örülök, ugyanis ezeknek az együttműködéseknek a segítségével tudok nektek olyan videókat hozni, mint például a parókás videó, a folyamatos rendelgetős videók, és emellett látjátok azt is, hogy minden második nap posztolok nektek, úgyhogy nagyon sokat dolgozunk Barbie-val. Ezek miatt is kevesebbet tudtam kimenni a lovardába, és az az igazság, hogy Enjoy egyébként is egy kis celeburdi természet, de az elmúlt időben önmagát is felülmúlta, ami abban csúcsosodott ki, hogy az egyik nap olyan ügyesen rúgta meg a boxot, hogy egy ilyen picikét lesántult, úgyhogy a biztonság kedvére egy kicsit leraktam pihenni, természetesen volt nála doki, kapott egy kis gyógyszert is, és most már tökéletesen jól van, úgyhogy szépen lassan elkezdek vele dolgozgatni, viszont azt még mindig tartom, hogy istálon belül nem tudok olyan videókat csinálni, amik annyira érdekesek lennének, hogy lekössön titeket. Tudom, hogy vagytok páran, akiket érdekel az, hogy hogy kell felszerelni egy lovat, mik az alapfelszerelések, amire szükségeitek vannak, és hasonló dolgok, de megpróbálom finoman mondani, aki lovagol, annak van edzője, és az edzőtök az azért van, hogy ebben segítsen nektek, és nem biztos, hogy én ennyire alap dolgokat szeretnék magyarázni nektek. Én olyan dolgokat szeretnék mutatni, ami újdonság és érdekes, és akár egy laikus, aki nem feltétlen szereti a lovakat, vagy nem foglalkozik lovakkal, annak is érdekes legyen, és valami kis pluszt tudjak adni vele. És amíg nem érzem úgy, hogy van ilyen tartalom, amit fel szeretnék venni, és meg szeretném nektek mutatni, addig nem lesznek lovas videók, és látom minden egyes videó alatt a kérdéseket, hogy mikor lesz lovas videó, de nem tudom jelenleg. Ha szeretnétek, akkor esetleg régi pályáimra reagálós videót tudok nektek csinálni, lovas kérdezfeleleket tudok csinálni, viszont olyan tartalmat, ami az istálóban forgatódik, és benne van fizikailag Enjoy, olyat nem hiszem, hogy idén látni fogtok tőlem. És csak hogy pozitívan zárjuk a videót, azt azért szeretném nektek elmondani, hogy most már minden nap tudok kijárni Enjoyhoz, elkezdtük a munkát, elkezdünk egyébként felkészülni is, ha minden jól megy, de ezt nagyon-nagyon zárójelben mondom, ha minden jól megy, akkor fedeles szezonban szeretnék vele újra kezdeni versenyezni, ehhez ugye nagyon sok mindennek kell összejönnie, először is fel kell készüljek fedeles szezonra, kettő pedig kell, hogy legyenek versenyek, amit ugye a jelenlegi helyzet mellett még mindig nem tudjuk, hogy működni fog-e. Viszont az, hogy minden nap járok ki, és síkmunkázok vele, azt nem hiszem, hogy fel fogom venni. Esetleg egy-két vlogban meg fog jelenni, és ott tudjátok nézni. És az Instagramom lent van a leírásban, hogyha követtek Instán, ott szinte minden nap posztolok Enjoyról, és ha jól emlékszem, akkor nem sokára megyek Horze videót forgatni megint, és lehet, hogy lesz egy meglepetés vendégem is ebben a videóban, úgyhogy ott is fogtok egy kicsit látni Enjoyból. Ezen kívül pedig, ha jól emlékszem, akkor 2 éve volt Instán egy olyan videóm, amikor megnyírtam Enjoyt. Ha szeretnétek, akkor ezt fel tudom nektek venni, ugyanis a napokban valamikor szerintem rá kell, hogy szánjam magam, ugyanis nagyon hosszú a szőre és nagyon leizzad edzéseknél. Erre a komment részlegbe várom a javaslatokat, hogy szeretnétek, hogy legyen ilyen, vagy ne. És ígérem nektek, hogy ahogy lesz olyan esemény, amit megéri rögzíteni és megcsinálni videónak, akkor azonnal csinálni fogom, és rögtön posztolom nektek. Viszont addig szépen kérlek titeket, hogy legyetek türelemmel, és adjatok egy kis időt, hogy összetudjam szedni magamat és Enjoyt is, hogy aztán minél több videót tudjunk nektek együtt gyártani. Tudom, hogy ez egy nagyon rövid és viszonylag semmilyen videó lett, de úgy éreztem, hogy szeretném ezt nektek elmondani, szeretném tisztázni, hogy miért is nincsen videó. Holnap után egy nagyon izgi videóval jövök nektek,
hónapok óta meg szerettem volna csinálni ezt a videót. Itt van mellettem egyébként a témája a videónak. Annyit elmondok, hogy ruhás. Remélem, hogy tetszeni fog nektek, és remélem azt is, hogy tetszett ez a videó is, és egy kis magyarázatot kaptatok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, holnap után találkozunk. Sziasztok!